Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. A gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás, egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatot illetően. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kép mindent jelent, ami mozog. Ez lehet sport, egy autó vétele, változások, egy nyaralás vagy költözködés, de lehet egy férfi is, aki közeledik hozzád, és ezáltal változik valami a párkapcsolatot illetően. Ez a kép mutatja a valóságot. Valami látható lesz a környezetedben, amit a nap még jelent a sikerek, vagy a vonzalom kettőtök között. Megvan ez a kisugárzás. Ez a változás olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Valaki belép az életedbe, lesz mozgás, és kiderül a valóság, a nap láthatóvá tesz valamit. Itt szerelemről van szó, hiszen a szerelem istennője átnyújtja most számodra ezt a lobogó szívet. Amennyiben ez a férfi még házas, akkor a kasza jelentheti azt, hogy eltávolodik ez a nő tőle. Itt tanulni fogsz valamit, de azt is jelenthetik a könyvek, hogy ő még kicsit zárkózott. De olyan hirtelen kinyílik ez a könyv, illetve a könyvek, hiszen a nap jelenti azt, hogy láthatóvá tesz valamit. A múltban voltak még titkok, de ez most kiderül, napfényre kerül. Ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit. Tehát az egerek felfalják a könyveket, a könyvek eltávolodnak, tehát a titkok vagy a zárkózottság. Itt lesz egy jó hír, és ő nyitott lesz bizonyos dolgokról beszélni, és mivel itt megjelenik a szerelem, ez egy szerelmes levél, és erre számíthatsz. Az egerek, azok eltávolítanak valamit, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a titkokat, a zárkózottságot, de jelenthet félelmeket is, hogy félsz attól, hogy nem jön hír tőle. De látható itt a változás, a mozgás, és lesz egy levél. Tehát lesz egy hír tőle. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rá!